előzetesen is köszönöm, hogy így eljöttek, megbíztak bennem, remélem, hogy rá fog szolgálni. Én is úgy érzem, hogy most a legnagyobb szükség az összefogásra van. Tehát ennél jobban nem lehet már szétdarabolni a világot. Már széttörték a Kárpát-medencét, széttörték a nemzeteket, széttörték a családokat. Nem lehet tovább, mert akkor már az embereket törik szét, és vége a játéknak. Tehát szívesen vállaltam ezt az egészet. Már csak azért is, mert ez egy nagyon fontos film az életemben. Hadd kezdjem azzal, amivel a Teremtés könyve kezdődik, hogy kezdetben vala az ige. Most ez, hogy vala, ez mára kikopott a magyar nyelvből, ez volt a folyamatos múlt. Ez azt jelenti, hogy elindult valaha egy cselekvés, és az a mai napig folyamatában tart. Tehát nem úgy néz ki ez a teremtés, hogy Isten megadta a kezdő rugást, azt ott hagyta, mint ebbe a szaharát, hanem a mai napig folyamatosan teremtődik ez a világ. Folyamatosan nyúl bele a teremtője, és tulajdonképpen rajtunk keresztül tud belenyúlni. Na most, amikor az ember nem önmaga okoskodik meg agyal, hanem átszól rajta a teremtő, azt hívják úgy, hogy ihletett állapot. Nagyon sok ilyen alkotás van a világban, amit emberek ihletett állapotba hoztak létre, többek közt a Matrix is ilyen. Tehát gondoljunk arra, gondoljuk magukat a Jóisten helyébe, ugye a magyar az eleve így nevezi több ezer év óta, hogy Jóisten. Tehát valamit feltételez róla, hogyha már van, akkor jó. És ez a Jóisten úgy tud súgni rajtunk keresztül, hogy most például nézzük meg, mi az a legnagyobb hatás, ami éri ma az embereket, a média és azon belül is a film. Tehát, hogyha azt akarja, hogy sok helyre eljusson egy hír, akkor azt ma nem halászokkal fogja vinni, hanem a médiával és ezen belül is a filmmel. Na most ez több százmillió ember nézte meg, és hát én legalább 50-szer megnéztem, bevallom az őszintét, meg már szerencsétlen gyerekeim is, vagy 20-30-szor biztos átestek a tűzkerességen, de ami a lényeg, egyébként ők kérték, tehát nem én erőltettem egyfolytában, hogy kergetve őket az asztal körül, hogy amíg meg nem nézitek a Matrixot, addig nincs alvás, hanem valahol ösztönse érezték ők is, hogy fontos ez a film. Hányan nem nézték, vagy nem látták ezt a filmet? Hadd kérdezzem meg. Hát azoknak most ez hosszú lesz ez a másfél óra, de bizonyos dolgokat le fogok belőle, bizonyos jelteket le fog vetíteni. Tehát röviden a film a következőről szól. Egy ember fölébred arra, hogy itt valami nagy gáz van a világgal, mert ez az egész csak káprázat. Elkezd kutatni ebbe az irányba, és ugye ehhez talál majd magának társakat, és aki keres, az talál, addig keres, amíg ki nem lép ebből a káprázatból, ebből a Matrixból. Tehát ez egy számítógép generált a művilág, abban élnek ezek az emberkék, mint ahogy nagyjából ez a valóság, ez a röhely. Tehát tehát hogyha ezt a szituációt, amiben élünk, ezt a káprázatot, amit keleten is ugye elmondják, hogy ez csak a káprázat, a maja fájtla. Tehát hogyha ezt akarnám szimbolizálni, akkor azt mondanám, hogy a virtuális valóság. Sőt, valószínű azért jön létre pont a virtuális valóság, hogy szépen lassan rászoktassa az embereket, hogy amiket megfogsz, amiket tapasztalsz, azok nem teljesen úgy vannak. És hogy sima legyen ez az átmenet, ez érő létre. Na, amit el szerettem volna mondani, vagy el szeretnék mondani, döbbenetes tanítások vannak ebbe a filmbe, és egyszerűen nem tudom úgy megnézni, hogy még egy-két plusz mondat be ne ugorjon. Hát ez ugye klasszikus lett, ez a piros-kék tabletta, hogy melyiket veszi be az ember, és hát attól függően változik az élete. De mindjárt elkezdjük. Vannak benne, tehát én úgy nagyjából felbontottam a filmet. Az első, egyébként mindenkinek az életében ez megtörténik. Tehát akár tudomást vesz róla, akár nem, mindenkinek az életében megtörténik. Az első az elhívás. Tehát az elhívás az arról szól, hogy te nem ez a vagon egon vagy 70 év bőrkötésben, hanem egy sokkal nagyobb lénynek vagy a része. Sokkal nagyobb lénynek vagy a része, és képes vagy egy csomó mindenre. Tehát először mindenkit hív egy elhívás élmény. Most ez nagyon sok embernél le is van írva, például Csontvárinak az önéletrajzában, hogy megjelenik neki
egy hang, egy belső hang, és azt mondja, hogy, hogy te leszel a világ legnagyobb napútfestője, nagyobb, mint Rafael, azaz Raffaello. És elindul onnantól kezdve az útján. Na most ez lesz majd a második jelent a filmben, ez a társak és elindulás. Ez döbbenet, mert ha az embernek kialakul a célja, ahhoz megkapja a társakat, és megkap hozzá mindent. Tehát ez mindig egy közösségről szól. A következő rész lesz majd az ébredés, tehát amikor fölébred, hogy, hogy ki tör a Matrixból. Utána lesz egy nagyon komoly gond, ez a ki vagyok. Mindenkinek az életében ez előjön. Ki vagyok valójában? Jó, így hívnak, ilyen a vércsoportom, ennyi a tajszámom, de ki vagyok? És tulajdonképpen ez a legnagyobb kérdés a mi életünkben is. Utána jön egy pálfordulás. Ez a pálfordulás, ez megint csak mindenkinek az életében megtörténik. Tehát ott van az ember a legmélyebben, ez mindig kell egy, egy olyan esemény, ami kirugdalja ebből a nihilből, a pocsolyából. Tehát mindig ilyenkor van az ember a legmélyebben az életében, ez a disznók vájúja, ugye bibliai példával. És majd onnan fog megújulni, mert onnan már csak felfelé van. Utána a próba, tehát próbázik a hite, próbázik a tudása. És onnantól kezdve, hát ugye a halálon és a feltámadáson keresztül vezet az út. Hát tulajdonképpen ez a döbbenetes benne, hogyha az ember nem érezné ezt morbidnak, akkor azt mondaná, hogy ez hát tulajdonképpen Krisztusnak a keresztútjárása egy az egybe. Kezdve onnan csak a mai korra. Egyáltalán felmered-e venni a keresztet? Ha felmered, akkor, akkor vállalod-e azt a sok gúny meg köpködést, amit kérsz, vagy kapsz érte? És utána az összes többi, hát majd látni fogjuk a filmben, nem lövöm le a poénokat, mindenről szól. Na akkor most egy rövid ima után, mert nem tudom, hogy fog-e működni, ez kétesélyes a dolog. Hol van? Itt van. Igen. Akkor kezdjük el a filmet nézni, és közben kommentálok. Tehát bizonyos részek kimaradtak. Azért raktam rá ezt timecode-ot, hogy ha valaki gondolja, nézze utána, majd ne érdemes. Tehát az alvó ember, és egyszer csak kapja a jelet. Kapja a figyelmeztetést. Világítás. Nem osztak csúplit. Szuper. Jó, jó ez így. Tehát ugye kopogtat egy kicsit, ha hangosabbra lehet a, lehetne a filmet. Tehát kopogtat, ugye? Kelj föl, Neo. Mi? A Matrix rabja vagy. Mi a fene? És ilyenkor még a Ctrl-X se segít természetesen. Kövesd a fehér nyulat. Ki az? Csóly vagyok. És hát végig a véletlenek, az idézőjelben véletlenek az ember élet. Igen, igen. És ha az ember rábízza magát ezekre a véletlenekre, akkor viszi az ár. Mint két órát késtél. Elmondtam. Tudom, ő miatta. Megvan a pénz? Két rongy. Várjatok. Halleluja! Te vagy a megváltóm, az én személyes Jézus Krisztusom. Lebukhatsz, ha használod. Igen, tudom, meg se történt. Nem létezel. Helyes. Valami bajod van? Nem szoktál ilyen sápat lenni. A számítógépem. Voltál már úgy, hogy nem tudtad, ébren vagy-e, vagy álmodsz? Egyfolytában. Úgy hívják Mescalin. Csak az... Na, ez egy kulcs. Tehát ébren vagy-e, vagy álmodsz? Tehát minden kultúra használta a révülést. Révülést. Most mindegy, hogy sámánok voltak, táltosok voltak, mágosok, papuk. Az a lényeg, hogy a két világ között lehet, az, az álom és az ébrenlét között lehet közlekedni. És a két világ
egymásba tud fonódni, és ez nagyon fontos dolog. Gondoljunk arra, hogy az öregeinknek volt egy nagy problémájuk, mondjuk, hogy eladják ezt a tehenet, vagy ne. Akkor mit mondtak rá? Aludjunk egyet. Aludjunk egyet. Ez nagyon fontos, hogy az ember ezt az alvás előtti és utáni pillanatokat kihasználja. A szárnyakat. Hé, szerintem egy kis időre húzd ki a dugót a falból. Nem árt egy kis pihenés. Mit mondasz, Düzs úr? Ne vigyük magunkkal? Dehogy nem. Nem, nem lehet. Holnap dolgoznom kell. Ugyan már. Élvezni fogod. Megígérem. Ugye, kövesd a fejed nyulat. Jó. Rendben. Megyek. Jönnek a játszótársak. Honnan tudod a nevem? Sokat tudok rólad. Ki vagy? A nevem Trinity. Trinity? Az a Trinity, aki feltörte az adóhivatal rendszerét? Az már jó régen volt. Jézusom! Mi van? Csak azt hittem, hogy fiú vagy. Mint a legtöbb fiú. Na most nagyon beszédesek a nevek, azt gondolom, aki látta a filmet, azonnal feltűnt ez a Neo kifejezés. Ugye Neónak mondja ez az egész ezotéria az új embert, tehát ez az újfajta embert, ami majd létre fog jönni. A Trinity az a Szent Háromságnak a latin neve, tehát majd figyeljük meg, hogy ki kíséri az útján, és ki fogja segíteni végig a munkájába. Egyáltalán ki ébresztette őt fel? Te voltál az a gépemet? Hogy csináltad? Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy veszélyben vagy. Figyelmeztetni akartalak. Mire? Hogy figyelnek. Kik? Hallgass végig. Tudom, hogy miért vagy itt. Tudom, hogy mit csinálsz. Tudom, hogy miért nem tudsz aludni. Miért élsz egyedül, és miért ülsz minden éjjel a számítógéped előtt. Mert őt keresed. Tudom, mert én is őt kerestem. És mikor megtalált, azt mondta, valójában nem is őt kerestem. Sokkal inkább egy választ. Egy kérdés az, ami nem hagy nyugodni minket. Ez a kérdés hozott ide téged. Tudod, mi a kérdés? Én is tudtam. Mi az a Matrix? A választ odakint találod. Téged is keres. És meg fog találni. Na, ez megint egy érdekes dolog. Tehát ebbe a káprázatba élnek ugye az emberek, de ebből a káprázatból ki kell szabadulni, mert csak kintről lehet megadni a válaszokat. Bentről nem lehet eldönteni, hogy mi ez az egész világ. Ugye mindenkinek az az egész kérdése, vagy a legalapvetőbb, legmélyebb kérdése, hogy mi végre vagyunk a világon. Na most ez innen bentről nem dönthető el. Lehet közelítő válaszokat mondani, de nincs meg hozzá ez a tudás. Most egy kicsit áttekerünk, ha beindul. Ha te is akarod. Ásával Mr. Anderson. Különlegesnek hiszi magát. Azt képzeli, hogy önre nem vonatkoznak a szabályok. Hát ez az alapprobléma. Téved. Cégünk azért a világ egyik vezető szoftverkészítője, mert minden alkalmazott belátja, hogy része az egésznek. És ha egy alkalmazottnak gondja van, a cégnek van gondja. Betelt a pohár Mr. Anderson. Mostantól vagy időben megjelenik a munkahelyén, vagy kereshet magának egy másik állást. Világosan fejeztem ki magam? Igen, Mr. Reinhardt, megértettem. Thomas Anderson? Igen, én vagyok.
Itt írja alá. Ugye megint elindulnak a véletlenek. Kösz. Az jó munkát. Egybeesések. Halló? Halló, Neo. Tudod, ki vagyok? Morpheus. Igen. Már... A beszédes nevek, ugye? Morpheus volt az álomnak az istenek a görögöknél. Tehát ki az, aki végig fog neki segíteni ebbe a révülési útjába? Hát nyilván, hogy Morpheus. Azon kívül... Hát a Morpheus név az azt jelenti, hogy alakít, ugye morfológiára gondoljunk, formál, alakít, vagy a morfium is ebből származik, például pont ennek az istennek a nevéből, ez a kis alakítószer. Tehát amire figyeljünk, ezek tehát amikor Morpheus mond valamit, akkor mindig az álom útján kapja ezeket a bizonyos beavatásokat, segítségeket, mindegy, minek nevezzük. Régóta kereslek. Nem tudom, készen állsz-e arra, amit mutatni akarok. De sajnos kifutottunk az időből. Jönnek érted, és nem tudom, mire készülnek. Kik jönnek értem? Állj föl és nézd meg magad. Most rögtön? Igen, most. Csak szép lassan. A liftnél. A fenébe! Igen. És beindul. Mit akarnak tőlem? Nem tudom, de ha nem akarod megvárni, amíg kiderül, menekülj. Hogyan? Én segítek, de tedd pontosan, amit mondok. Jól van. A szemben lévő fülke üres. De mi lesz, hogyha... Rajta, indulj. Ugye, de mi lesz, hogyha... Tehát ez a jelenet, ez a tömény félelem. Próbálja a Morpheus adni neki az ívet, meg segíteni, de a félelme miatt nem tudja megcsinálni. Most ez a félelem... Most nem fogok ma magyarkodni, megígérem, csak annyit hadd mondjak el, hogy ez a nyelv ez valami egész elképesztő. És hogyha azt mondja, hogy félelem, abban megnevezi azt, hogy mi a baj ezzel. Az, hogy félelem. Tehát nem ismeri a teljességet, és emiatt a hiányos dolgok miatt, a hiányos tudása miatt tulajdonképpen ez a félelem. Ez az egyik legnagyobb teremtőerő a világban, és ez gyönyörűen mutatja ez a jelet, hogy működik. Na nézzük csak. Remek. Az épület fel van állványozva. De ezt honnan tudod? Erre most nincs idő. Tőled balra van egy ablak. Menj oda. Nyisd ki. Az állványon feljuthatsz a tetőre. Az kizárt. Az nem. Ez őrültség. Két módon juthatsz ki onnan. Kizárt őrültség. Az ismerjük ugye a saját életünkből is. A másik, hogy ők kísérnek. Mindkettő kockázatos. Nem fog menni. Ez a harmadik. Ez őrültség. Miért történik ez velem? Igen, ez a miért pont velem? Itt senki vagyok. Senki nem vagyok. Nem csináltam semmit. Kicsi vagyok, grup vagyok, vigyetek haza. Na, ilyenkor nem szabad lenézni. Az Istenit. És az első bukás megtörténik. Kicsit ugrunk. Hát közben ugye bepoloskázzák, aki ismeri a filmet. Na, eddig volt az elhívás élmény, mostantól a társak begyűjtése és az indulás következik. A telefon ugye itt a két világ közt, tehát pont ez a révülés, ez a kapcsolat a két világ között. Így is közlekednek, és a híreket is így kapják. A hívást bemérik, úgyhogy rövid leszek. Ők értek el előbb, de alábecsülték a fontosságodat. Ha tudnák, amit én, már valószínűleg halott lennél.
Nem értem, miről beszélsz. Mi történik velem? Te vagy a kiválasztott. Te csupán néhány éve keresel engem, én viszont egész életemben téged kerestelek. Na. Hát ez egy elég rázós dolog. Ugye kicsi vagyok, senki vagyok, vigyetek haza, és akkor a többi embertárs pedig azt tükrözi, hogy hát nem ez vagy. Hát te vagy a kiválasztott. És ez azért döbbenetes, mert látni fogjuk, hogy végig a többiek hite. Az ő hite már rég elfogyott, de a társainak a hite átviszi a problémákon és a bajokon. Úgyhogy ez egy elég érdekes dolog. Nézzük tovább. Akarsz még találkozni velem? Igen. Akkor menj az Adam Street-i híthoz. Megint ugrunk egyet. Most viszik el az orákulumhoz. Tehát egy jóshoz viszik. Ja nem, elnézést. Először Morpheusszal most, tehát most még a társakat gyűjti össze, várja össze, hadd most Morpheusszal találkozik. Légy őszinte. Többet tud, mint képzelnéd. Na, itt álljunk meg. Itt van a mai világgal a probléma. Tehát légy őszinte. Tehát, ha egy világ hazugságokra épül, ugye? Minden nyú, minden egyre fejlődés. Már eleve egy alaphazugságra épül a világunk, ugye? Fejlődünk. Ki fejlődik itt? Meg milyen irányba? Mennyivel vagyunk boldogabbak, mint mondjuk 100 000 évvel ezelőtt? Mennyivel vagyunk okosabbak, mint 100 000 évvel ezelőtt? Mennyivel nagyobb a tudásunk, mint 100 000 évvel ezelőtt. Én voltam Bálbekben. Csontvárinak van egy nagyon, három képet nevez meg, ami nagyon fontos számára. Az egyik, ez a Bálbekben egy áldozati hely, egy valaha létezett naptemplom. És ezt meg is festi gyönyörűen festménybe. És akkor elmentem oda, és néztem, hogy mi a fene keltette föl ennyire az érdeklődését, hogy a világ túloldára elment érte. Ugyanis ma annyit lát az ember, hogy római romok, görög romok, ebből a 12 egy tucat. És nem érti az ember, hogy mit keresett ott. Na most ezek a romok egy olyan alapra épültek, egy ilyen több fotballpályányi alapra, ami 6x8x11 méteres egybekőtömbökből van. Na most ez azért érdekes, könnyű kiszámítani, a mai napig nem tudunk olyan darut építeni, hogy föl tudjunk egy darab ilyen követ emelni vele. Ugye, és a legnagyobb ilyen kövek, ezek ilyen nagy, vagy legnagyobb ilyen daruk, ezek ilyen nagy roncskiemelő daruk, azoknak nincs ilyen kapacitásuk. Szóval elképesztő dolog. Tehát akkor újra megkérdem, hova fejlődtünk, mit fejlődtünk? Mindenki egyre betegebb és egyre boldogtalanabb. És ha ez a fejlődés, akkor nem biztos, hogy ebbe az irányba kell menni, és ezért kell váltani, ezért kell a változás. Ezért fog elpusztulni ez a világ. Végre. Isten hozott. Mint nyilván kitaláltad, én vagyok Morpheus. Nagyon megtisztelsz. Nem. Te tisztelsz meg engem. Tessék, gyere, ülj le. Szóval, hogyha találkozni akarunk Morpheusszal, azaz engedni akarjuk, hogy az álmaink vigyenek minket, vagy a szellemvilág vezessen minket, akkor nagyon fontos az őszinteség. Egyszerűen nem lehet tovább hazudozni, sem magunknak, sem másoknak. Gondolom, most úgy érzed magad, mint a mesében Alice, mikor a nyúl üregébe esett. Hm? Körülbelül. Igen, látom a szemedben. Úgy nézel, mint aki elfogadja, amit lát, mivel azt várja, hogy felébred. Furcsa mód, majdnem ez az igazság. Te hiszel a sorsban, Neo? Nem.
Miért nem? Jobb az a tudat, hogy én irányítom az életemet. Pontosan tudom, hogy mire gondolsz. Na, akkor először is Morpheus meg Neónak a kapcsolata, ugye? Nem tudom, feltűnt-e, hogy hát ő a nagy tanító, ugye Morpheus, és amikor találkoznak, és azt mondja a Neo, hogy megtiszteltetés, mondja, hogy nem, te tisztelsz meg engem. Most kettejük viszonya az körülbelül olyan, mint Jézusé meg keresztelő Szent Jánosé. Tehát ugye megjelenik, hát ő az akkori világ legnagyobb tanítója, keresztelő Szent János. És megjelenik Jézus, és azt mondja keresztelő Szent János, hogy én aláhajlok, hogy ő fölém emelkedjen. Tehát ez tényleg az egyik legszebb emberi példa, hogy föl, magam fölé emelem. Tehát akkor vagyok jó tanár, ha a diákjaim ezerszer többet tudnak majd, mint én, és fölém tudnak nőni. Hadd mondjam el, miért vagy itt. Azért, mert tudsz valamit. Bár nem tudod megmagyarázni, de érzed. Érezted egész életedben. Valami baj van a világgal, nem tudod mi az, csak azt, hogy van. Mint egy szilánk az agyadban, ami megőrjít. Ez az érzés hozott el hozzá. Tudod, hogy miről beszélek? A Matrixról? Akarod tudni, hogy mi is az? A Matrix mindenütt van. Körülvesz minket. Még most, ebben a szobában is. Azt látod, ha kinézel az ablakon, vagy ha bekapcsolod a tévét. Mindig érzed, mikor munkába mész, vagy épp templomba, mikor befizeted az adót. Ez a világ, mellyel eltakarják szemed elől az igazságot. Az igazságot? Hogy egy rabszolga vagy, Neo. Megkötözve születtél, mint mindenki. Egy börtönben, mely érzékszerveiddel fel nem fogható. Börtön az elméd számára. Tehát itt az történik, hogy ez a Matrix, ez tulajdonképpen megfelel az agyunknak, az elménknek. Tehát jelen pillanatban az elménk börtönébe vagyunk. És ezt azon kívül, hogy nyilván minden keleti, meg egyéb filozófia nagyjából elmondja, azon kívül ma már természettudósok is elég érdekes dolgokat mondanak. Tehát, hogy például az emberi elme mire képes. Na most ezt azért lenne fontos tudni ezeket a dolgokat, mert például az összes betegségünket az elménk állítja elő. Tehát ugyanúgy, mint ahogy kivetíti ezt a világot, meg a többi dolgot, egyszerűen képes arra, hogy figyelmeztetésként ilyen botlasztókat rakjon le az ember útjára, ezek a betegségek. És például ezzel tisztában lennénk, hogy működik az emberi elme, hogy ez egész csak egy káprázat, ez egy matrix, akkor képesek lennénk arra, hogy egy pillanat alatt meggyógyítsuk magunkat. A keleti gyógyítások, kínai gyógyászat például azt mondja, hogy ha van 3 napod még vissza az életből, meg tudod magadat gyógyítani. Sajnos nem lehet elmondani, valójában mi a Matrix. Látnod kell a saját szemeddel. Na még a híres jelenet előtt, ugye itt lesz majd ez a kék-piros jelenet, látnod kell a saját szemeddel. Tehát azért születtünk ebbe a világba, mert ezeket a dolgokat kell megtapasztalni, és csak ide beszületve lehet megtapasztalni. Minden egyes régi ilyen kismesterség, népi mesterség, az egy-egy elem mágia volt. És például a földelemnek a mágiája az a nemezelés volt. Most körülbelül így képzeljük el magát a földet, hogy működik. Vannak ezek a kis elemi gyapjú szálak, a szöszök, ugye? Ezek önmagukban semmire nem jók. Átfúr rajtuk a szél, átesik az eső, az égvilágon semmire nem lehet őket használni. Ezért fogják és elkezdik gyúrni vízzel őket, szappanos vízzel.
És ennek a gyúrásnak az lesz a következménye, ennek a tömörítésnek az lesz a következménye, hogy minden egyes elemi szál, minden egyes elemi szállal összekapaszkodik. Karmát bogoz, hat a másikra. Most ezért vagyunk a Földön. Tehát tulajdonképpen erről szól a Föld, hogy itt mindenki mindenkivel kapcsolatba kerül. És hány ilyen van? Szóval én ezt már viszonylag régóta tudom, hogy semmi nincs véletlenül. Tehát ha valakivel, mondjuk egy üzleti partnerrel, mert én is seftelek, mint mindenki a világon, én is abból élek, hogy másikat átverem, csak én ezt műszakilag teszem. Na, tehát ami a lényeg a lényegben, hogy most már évek óta tudatosan figyelek rá, hogy jó, valaki oda jön, hogy látszólag valamit vegyen tőlem, vagy megrendeljen tőlem. De miért jön oda valójában? És általában ez nagyon jó, mert az ember két mondattal meg tudja fordítani, és látja, hogy hát azért jön hozzám, mert beteg, és tanácsot szeretne tudat alatt. Tehát ezek megint ezek a véletlenek, ezek a hátsó erők, amik mozgatják a világot. És akkor az ember nem azzal foglalkozik, hogy most éppen átverje, hanem azzal, hogy azt a két szót, amiért megkeresett engem, azt kapja meg. És nagyon, és hát persze mellékesen nyilván megvesz tőlem valamit, amire senkinek semmi szüksége, de hát ez a világ, ez meg így működik. Az a lényeg, hogy a banánízű tampont meg a plazma tévét el lehessen adni. Ez az utolsó esélyed. Aztán már nem fordulhatsz vissza. Ha a kéket veszed be, a játéknak vége. Felébredsz az ágyadban, azt hiszel, amit hinni akarsz. De ha a pirosat, maradsz csodaországban. És én megmutatom, milyen mély a nyúl ürege. Ne feledd! Amit kínálok, csak az igazság. Semmi több. Kész. Ürgének vége. Bekapta a piros pirulát. Nagyon sokan vagyunk így a világban, és egyre többen leszünk. Tehát ez a korszak, aminek a végét éljük, ez egy nagyon érdekes világkorszak. Annyit kell tudni, hogy 26 ezer éves egy világkorszak. Ez elég sok, a Védáktól kezdve sok helyen le van írva, és egy világhónap az durván 2000 év, vagy 2100 év. Most ennek a világhónapnak a végét éljük. És ezt ismeri úgy mindenki, hogy a vízöntő korszak. Igen ám, de ennek a korszaknak is a legvégén vagyunk. És a vízöntőnek pontosan az a tulajdonsága, hogy ez mossa szét ezt a megkövesedett világot. Tele van rommal a világ. Nézzünk szét, ez is egy roma, amiben vagyunk. Ezeket 20-30 évre építik, ezeket a plázákat, utána lebontják, és megy a szemétbe. És minden így működik. Régen egy viselet, hát egy olyan 5-10 évet azért kibírt. De általában például ugyabban a csizmába temették el, mint amiben az esküvőjére ment az ember, meg ugyabban a ruhába, és ezt a hölgyek figyelmébe ajánlom, hogy mennyasszonyi ruhába temették valaha az öregeket. Tehát ez azt jelenti, hogy jelentősebb méret növekedés nem volt közben. És az ébredésnek a jelenetei. Tehát ugye választott, döntött. Tehát megelőlegezte azt a teremtésnek, hogy megbízik benne, ezért a piros tablettát fogja bevenni, és hát ennek az ébredés a következménye. Azoknak mondom, akik nem látták a filmet, hogy eddig minden a Matrixon belül történt. Tehát az elméjén belül történt. Most lép ki először a való világba, és ugye hát ez egy elég brutális dolog lesz, mert hát ugye azt mondta Morpheus is, hogy rabszolga vagy. Most teljesen mindegy, hogy a Matrixnak a rabszolgája, vagy az emberi elme meg a bőrkötés rabszolgája. Az a lényeg, hogy tényleg rabszolgák vagyunk, így is, úgy is. A harmadik fázis ebből a kis valamiből, az ébredésnek a pillanatai. És
rendesen hossz szembesül a valósággal. Tehát ott vannak az ember társai, ugyanilyen bőrkabátba becsomagolva, és energiát termelnek a gépek számára. Ez hihetetlen, ez az energiatermelés jelenet, ez megmondom engem, miért döbbentett meg. Én elég régóta sejtem, hogy nagyon nagy gond van a fizikával is, persze, mint minden mással. Hát a legeklatánsabb példája, hogy ha egy marékrist elégetünk, abban annyi fizikai energia van, amivel föl lehet emelni mondjuk a földtől idáig egy téglát. Ennyi az energiatartama. És egy kínai egész nap ezzel fűti a testét, hűti a testét és kapál. Na most, aki foglalkozott már, gondolom, tervezéssel azért foglalkoztak egy páran itt a terembe, tehát egy emberre 750 watt fűtő teljesítményt szoktak számolni. Tehát amikor például megcsinálták ennek a Hodálynak a légtechnikáját, akkor ennyit számoltak rá. Tehát folyamatosan 750 watttal fűtjük a testünket. És pluszban még ugye mozgatunk dolgokat. De most ezeket azért mondom, mert ennyire nem lehet megbízni a tudományban. Sajnos. Tehát pont az alapvető kérdésekkel nem foglalkozik, illetve ha foglalkozik vele, akkor hibás választ ad rá. Tehát ez az energiatermelés, ez tényleg bejön itt a Matrixba, ugyanis az energiát nem innen kapjuk. Tehát itt megint csak a keleti tanokra szeretnék utalni, ugye hát a susunna vagy szusz, hogyha nem akarunk ilyen idegen szavakat használni, tulajdonképpen ennek az áramlása tartja egyensúlyba ezt az energiamérleget. Ugye, aki nem látta a filmet, annak mondom, hogy hát ugye miután öntudatára ébredt, már nem kell a Matrixba, mert nyilván hibásan működne. Úgyhogy kidobják onnan. Megy a lefolyóba. Erre mondják, hogy szarban van az ember, hát ez ugye, aki ismeri a filmet, tényleg csatornába játszódik. És ott a segítség. Hát itt hangzik el a híres mondás. Köszöntlek a való világban. Sikerült, Trinity, megtaláltuk. Remélem. Már nem csak remény. Tudom. Na, ez egy nagyon fontos mondat. Tehát ugye... Biztos már mindenki kapott ilyen három gyertyás vagy négy gyertyás, már nem emlékszem, ez a karácsonyi üdvözlőlap, hogy meghal a szeretet, meg a végén már minden meghal, és egyedül a reménynek a gyertyája marad égve. És hogy arról az összes többi újra gyújtható. Tehát ez nagyon fontos az ember életében, hogy akármilyen gázban reméljen. Reméljen, mert nem tudja se a játékszabályokat, nem látjuk se a következő lépést. Szóval döbbenetes, most lehet, hogy megint magyarkodni fogok, az emberi irodalomnak a legnagyobb műve az az ember tragédiája Madástól. Majd aki úgy mélyebben megérti, az igazat fog adni nekem.
És amikor végig mutogatják neki a színeket, ugye? Mindenütt elkeseredik, mert a falangszter, meg a mit tudom én, az egyiptomi szín, mindegyik borzalmas. Tehát amit előre vetítenek neki, az egy horror, ugye? És azt mondja, hogy hát én feladom, gyerekek, kész, szórakozatok mással, fölmegy a hegycsúcsra, és ez a döbbenetes, mi készteti arra, hogy változtasson Éva, ugye? A párja, a társa, hogy anyának érzem Ó Ádám magamat. És ugye innen nincs visszaút, most már akkor muszáj végigcsinálja a dolgokat, mert felelős valakiért, felelős az utódokért, felelős a jövőért. És mit mond neki az úr? Még egy ilyen pályédesemet int, hogy mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Tehát nincs utolsó szó. A teremtésben nincs utolsó szó. Ez folyamatosan alakul. Meghaltam. Ellenkezőleg. Még nagyon sok munka lesz vele. Mit csinálsz? Helyrehozzuk az elsorvadt izmokat. Miért fáj a szemem? Még sosem használtad. Ezt inkább nem kommentálom. Ugrunk megint elég nagyot. Hát ugye tehát tudni akartad, mi az a Matrix, képezni? Ugye? Trinity. Tehát ugye már kiszabadult a Matrixból, kívül van. Próbálj lazítani. Ez kissé furcsa lesz. Ez a Construct. A letöltő programunk. Most az ember bármit letölthetünk. Ruhát, felszerelést, fegyvert, kiképző szimulátort. Akármit, ami csak kell. Tehát ez az ő általuk generált Matrix. Ez... Mi most egy komputerprogramban vagyunk? Olyan nehéz ezt elhinni. Más a ruhád, eltűntek a karodról és a fejedről a csatlakozók, más lett a hajad is. A jelenlegi külsőd úgy hívjuk maradandó önkép. A szellemi kivetülése digitális valódnak. Ez nem valóság? Mi a valóság? Hogy határoznád meg? Mivel? Ha arról beszélsz, amit érzel, amit szagolsz, ízlelsz, látsz, a valóság csupán. Az agyad által megfejtett elektromos jelhalmoz. Tehát így készít föl szépen lassan a film arra, hogy mi a valóság, mi a káprázat, és hogy kezdjük el ezt a káprázatot egy kicsit. Kezdjük egy kicsit fellebbenteni a maja fájtlát. Mindenki szépen, ha semmi egyebet nem csinálunk, csak amikor így nyugalmunk van, nagy igazság, amikor nyugalmunk van, és így egy kicsit leeresztünk, és bambulunk, révülünk, ugye, amire ma egyre kevesebb lehetőségünk van, mert mindig valami zörög, csattog, benyomjuk a CD-t azért a kocsiba, mit tudom, hogy mindig kell valaminek zörögnie. Tehát egy kis nyugalmat kapunk az életbe, akkor ha csak annyit csinálunk, hogy feltesszük ezt a kérdést, hogy most ébren vagyok, vagy álmodom? Ébren vagyok, vagy álmodom? Elkezdjük szépen összemosni a két világ határát, és sokkal kevésbé lesz fájdalmas az ébredés. Ez, amit a film most ugye mutat, tehát ezt a hajó generálja, ez a kis csapat generálja magának ezt a Matrixot, ez tulajdonképpen az egyedi elme. Tehát az embernek az egyedi elméje, a Matrix, a nagy Matrix, az a kollektív tudat. Ez az általad ismert világ. Ahogyan a 20. század végén létezett.
most már csak része egy neurointeraktív szimulációnak. Ezt hívjuk Matrixnak. Eddig álomvilágban éltél, Neo. Ez a világ, ahogyan ma létezik. Isten hozott a valóság sivatagában. Csak... Tehát... Ez a háború, ami kitört az emberek és a gépek között, amire majd utalni fog, ez a háború tulajdonképpen amióta a világ folyik. Tehát ahhoz, hogy... Ahogy a Gyuri elmondta a konferencia elején, tehát ahhoz, hogy változzon az ember, ahhoz, hogy tényleges fejlődés legyen. Tehát nem ez a fejlődés. Tehát nem a fejlődés nem az, hogy az iskolát állandóan újra festik, meg dekorálják. A fejlődés az, hogyha a gyerekek fejlődnek. Ugye? Na most a tényleges fejlődéshez nagyon fontos, hogy feszüljön szét a dolog. Minél nagyobbak az ellentétek, Annál gyorsabb lesz az emberek fejlődése. Például ezért vannak a háborúk. Ha nincsenek háborúk egy jó darabig, akkor nagyon lelassul az emberiség fejlődése. Azt majd hirtelen, ez olyan körülbelül, mint a villám. Ugye? Tehát összegyűlik az elektromos töltés, és egyszer csak kicsattan, kirobban, és azzal mindig újra kezdődhet egy folyamat. Nézzük meg, hogy a háború előtt, amikor már... Az erkölcsök gyakorlatilag általában leamortizálódnak teljesen, kitör egy háború, és a háború után pontosan ez a feszítés, ez újraépíti az erkölcsöket, és elindul az új világ. Egyébként még annyit szerettem volna elmondani, hogy tényleg ez az élünk. Tehát ugye a Matrixban élünk, és ez gyönyörű, és jó, és mekkora kocsim van, mekkora plazma tévén van, stb. Erre hadd mondjak egy nagyon fontos idézetet. Vidd hírét az igazaknak című könyvben van. Ezt egy kanadai orvosnő írt, aki ausztrál benszülöttek közt élt. Nagyon sok tanulságos dolog van benne, de most egyetlen egyre szeretném felhívni a figyelmet. Az, hogy minden természeti nép kétféle időt ismer. Az egyik az, amikor élő idő, tehát jól érzem magam, boldog vagyok, társaságban vagyok, jelenben vagyok, játszom a többiekkel, stb. Vagy olyat alkotok, olyat alakítok, amit szeretek csinálni, ez az élő idő, és az összes többi holt idő. Na akkor most döntsék el azt, egyébként például ezért van az, hogy egy indiánt elvisznek fogságba, mondjuk egy maszájt, az egyszerűen miután csak a jelenben él, egyszerűen meghal a fogságban. Nem lehet neki elmagyarázni, hogy tudod, egy év múlva úgyis kiszabadulsz. Neki csak jelen van. Egyébként Jézus azért mondja ezt, hogy váljatok olyanná, mint a gyerekek. Hát a gyerek az egyfolytában jelenben van. Legszívesebben végig játszaná az életét, egész addig, amíg nem tesszük tönkre a kötelező oktatással. És ami a lényeg, hogy valahol így kéne élnünk, a jelenbe, boldogan. Szóval ezért nem hiszek én ebbe a fajta fejlődésben, mert amikor már kifogy az utolsó érve a fejlődés pártiaknak, akkor mindig azt mondják, hogy de hát tovább élünk. Nem, tovább vegetálunk. Élni kevesebbet élünk, mint régen. Töredék információink vannak, de amit biztosan tudunk, hogy valamikor a 21. század elején az egész emberiség együttesen ünnepelt, mert csodáltuk önnön nagyszerűségünket, hogy megalkottuk az MI-t. M.I.? Mesterséges intelligencia? Egyedülálló tudat, mely létrehozta a gépek egész faját. Nem tudjuk, ki mérte az első csapást, mi vagy ők. De azt tudjuk, hogy mi perzseltük föl az eget. Az emberek úgy gondolták, hogy a napenergiát használó gépek nem lennének képesek fennmaradni olyan gazdag energiaforrás nélkül, mint a nap. Az emberi történelem során csak gépek segítségével maradtunk fenn. A sorsnak úgy tűnik, van azért némi humorérzéke. Az emberi test több bioáramot termel, mint egy 120 voltos akkumulátor, és több mint 25 000 egységnyi hőenergiát. Egyfajta fúzió segítségével
A gépek több energiát nyernek, mint amennyire szükségük van. Na ez az, amikor visszanyál a fagylalt. Tehát keleten ezt hívják úgy, hogy karma. Tehát amikor valami negatív erőt elindítok a világba, az az erő, ugye van egy alaptörvény a világegyetemnek. Mindenki keresi ezt az úgynevezett világegyenletet. Fizikusok, biológusok, mindenféle állatfajta. És egyszerűen annyi lenne ez, hogy minden teremtmény visszatér a forrásához. Pont. Ez a világegyetemnek az alaptörvénye. Egyébként fizikában például ez a gravitáció. Ezért esik vissza a földre a kő, mert az a szülője. Na most tulajdonképpen ennek a szellemi megnyilvánulása a karma törvény. És az a baj, hogy ennek ma csak a rossz oldalát, a rossz karját használjuk. Tehát amikor félelemből nem csinálok meg valamit, ugye? Félelemből nem csinálok meg valamit. Na most például a pénz, már itt a pénzmágnesnél tartunk, ez egy tipikus félelem forrás. Tehát a pénz az maga a megkövült félelem. Tehát egy normális világban, mit gondolunk, akkor hadd kérdezem meg a pénzügyi szaktekintélyeket, hogy egy normális világban mit csináltak, ha mondjuk nekem többletem volt két plusz disznóm, szomszédnak meg volt mondjuk 10 zsák plusz búzája. Mit csináltak? Nem elcserélték. Már a csere is a félelemre épül. Tehát már az is arra épül, hogy hát nekem, én nem kapom meg, én hiába adok neki, ő nem fogja visszaadni. Hanem van egy döbbenetes dolog. Az, hogy a régi világban ezt elajándékozták. Hát ennek a maradványa a komatálak rendszere, ennek a maradványa az, hogy kalákába megyek segíteni a többieknek. Jó tett helyébe jót várj, ugye? Ez van a népmeségünkben. Csak mindenki ma hülyének nézi a másikat, hogy nehogy már jót tegyek. És azt nem vesszük észre, hogy ez nem lineáris ez a törvény. Tehát nem attól fogom visszakapni se a jót, se a rosszat, akinek én okoztam. De hogy visszanyal az a fagylalt, az biztos. És ha ezt elkezdenénk végre használni, úgyhogy Jézus is ezt mondja egyébként, hogy ajándékozd el mindenedet, azt néznek rá, mint a hülyére. Hát ha elajándékozok valamit, nézzük csak meg, mit fogok elajándékozni. Nyilván azt, amiből nekem bőségem van, többletem van, nem kell nekem, igaz? Elajándékozom, és mit fogok visszakapni? Azt, amire szükségem van. Szóval ez a döbbenetes. És ha ezt megérti a világ, az abból fog kialakulni az új világ. És nem félelemből fognak élni az emberek. Hát hogy a fenében néz ki az az ország, aminek a 90%-a APEH-es, VPOP-s, rendőr, biztonsági őr, ki a fene dolgozik még ebbe az országba? Nem lehet ennyi teremtő erőt lekötni a semmire, a nullára. Ezek az emberek nem erre születtek. Nem erre születtek. Hát én nem hiszem, hogy valakit kergettek az asztal körül kiskorában, hogy biztonsági őr legyen, vagy APEH-es legyen. Ezek tönkrement emberi sorsok. És ezeket kéne felszabadítani, és kiszabadítani a Matrixból, és erre egyetlen egy lehetőség van, az, hogy kezdje el az ember odaadni a dolgait. Vannak mezők, végtelen mezők, ahol az emberi lények többé nem születnek. Termesztik őket. Jó ideig el sem akartam hinni. Aztán saját szememmel láttam a mezőket. Cseppfolyósítják a holtakat, hogy intravénásan táplálják az élőket. Ott álltam, bámulva a borzalmas precizitást. Rájöttem, mennyire nyilvánvaló az igazság. Hogy mi a Matrix? Uralom. A Matrix számítógéppel generált álomvilág. Feladata ellenőrzés alatt tartani minket, hogy az emberből végül majd ez legyen. Nem. Ezt nem hiszem el. Ez lehetetlen. Na, ez a nem mondtam, hallás. Hogy könnyű lesz. Csak azt mondtam, igaz. Elég. Engedj ki! Eresz ki! Ki akarok menni? Nyugi, Neo! Fedjétek ki belőlem! Hagyjatok, ne nyúljatok hozzám! Eresszetek! Ömizzek nektek!
Nem hiszem el. Nem hiszem el. Hányni fog? Lélegezz. Lélegezz. És hát a nagy kérdés következik. Nem mehetek vissza, ugye? Na most ez is a világegyetemnek az egyik törvénye, hogy nem mehetsz vissza. Nem mehetsz vissza, tehát nem fejlődhetsz visszafelé. Nem lehetsz kevesebb, mint amennyinek megszülettél. Abba a pillanatban meghalsz. Nem. De ha lehetne, valóban akarnád? Bocsánatot kell kérnem. Van egy szabályunk. Nem csinálunk ilyet egy bizonyos kor után. Veszélyes. A tudat nehezen áll át. Láttam már ilyet, sajnálom. Azért tettem, mert muszáj volt. Ez a bizonyos kor után ugyanaz történik velünk szellemileg, mint a csontozatunkkal. Egyre jobban betokosodunk, egyre jobban elkövesedünk. Gépült, született egy ember a belsejében, aki képes volt megváltoztatni bármit, amit akart. Kedve szerint formálni a Mátrixot. Ő volt az, aki felszabadított minket. És elmondta az igazat. Hogy addig, míg a Mátrix létezik, az emberiség nem lehet szabad. Miután meghalt, az orákulum megjövendölte a visszatérését. És azt, hogyha eljön, elpusztítja a Mátrixot. Véget vet a harcnak, és felszabadít minket. Ezért van az, hogy néhányunk szüntelenül keresi őt a Mátrixban. Egy életen át. Azért tettem, mert hiszem, hogy a keresésnek vége. Most pihenj. Na, tehát mi is ez a profécia? Ugye azt állítja, hogy a Mátrix belsejében, tehát a hibásan működő rendszernek a belsejében születik meg az, aki megváltja a rendszert. Na most ebben meg az a döbbenetes, hogy nem szokták érteni, hogy mi az, hogy Jézus ide született, miért kellett ide születnie. Azért, mert egy hurkot csak belülről lehet kibontani. Tehát egy rendszernek a hibáit, ha nem férek hozzá a rendszerbe, ha nem tudok belenyúlni, beleavatkozni, akkor nem tudom megoldani. Tehát egyszerűen mindig a rendszeren belülről kell jöjjön a megoldás, de egy új szemlélettel, egy teljesen új szemlélettel. És ugye hát tulajdonképpen az egész történelmünk erről szól, hogy mindig voltak úgynevezett proféták, tehát olyanok, akik végül is valahol átjártak a két világ között. Akkor most egy nagyot fogunk lapozni. Még ennél is nagyobbat. Ugye itt kiképzik közben a Neót, mindenféle hacacáriában, és jön a kérdés, ami egy alapkérdés, ki vagyok én? Tehát ez a kicsúcsosodása fölébredt, és utána ki vagyok én? Úgyhogy most fogják elvinni az orákulumhoz. Egy óra múlva jövünk. Ugye ez közben elárulja. Mindig van egy áruló, tehát akkor igazán feszített a rendszer, hogyha még pluszban az utolsó pillanatban is van egy áruló. Ugye, akár Júdás, de hát ez mindig itt volt. Hihetetlen. Egri csillagok. Igaz? Úristen. Mi az? Az volt a törzshelyem. Ugye már kívülről látja a rendszert. Vannak emlékeim az életemről. Meg se történtek. Mit jelent ez? A Mátrix nem mondhatja meg, ki vagy. De az orákulum igen? Az egész más. Te jártál nála? Igen. Neked mit mondott?
Azt mondta... Mit? Megjöttünk. Neo, gyere velem. Ugyanettől az orákulumtól ered a profécia? Igen. Már nagyon öreg. Kezdettől fogva velünk van. Kezdettől? Mióta ellenállunk. Na és mit tud? Mindent? Ő úgy mondaná eleget. És sosem téved. Hagyd az ilyen fogalmakat, mint igaz vagy téves. Eligazít. Na, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ma állandóan ítélkezünk, ugye? Ez jobboldali, ez baloldali, ez nemzeti, ez nemzetközi, ez fideszes, ez maszopos, és az egész életünk ezzel telik, hogy címkéket ragasztunk, és ezek miatt a címkék miatt nem találunk egymásra. Na most, ami döbbenetes, hogy a teremtésnek, az életnek van egy alaptörvénye, és ez az is-is törvény. Ez az is-is törvény. Ugye, amikor először találkoztak a tudósok ezzel, az pont a részecskéknek volt a kettős természete, ugye? Hogy hullám is, és részecske is. És ez egy akkora pofára esés volt a modern fizikának, hogy a mai napig nem teljesen tért észre ezután. Tehát jobb lesz, ha megszokjuk, hogy az élet is-is. Nincsenek benne abszolút igazságok, nincsen abszolút jó és abszolút rossz. Most megint magyarkodni fogok. A magyar nyelv az úgy működik, hogy hát mondjuk ilyenek állítják róla, hogy Bernard Shaw, meg mit tudom én, Mezzofanti, meg ilyenek mondják róla, hogy a teremtés nyelve. Miért? Azért, mert a természeti törvények visszatükröződnek a nyelvünkbe, de döbbenetes módon. Csak egyetlen egy dolgot hadd mondjak el erre az ítélkezésre. Tehát a nyelvekbe mindig a mássahangzók adják a vázat, a fix minőséget. A magyar nyelv az agyatlan a valagan, majd csak marsangzakkal a skalat mondana. Tülprü, mügyür, hüvü, hüzü. Tehát ez benne a fix. Na most ezt lelkesíti át a magánzó készlet, de nem is ezt szerettem volna mondani, hanem azt, hogy a magyarba a teremtő erőnek ez a három marsangzó felel meg, hogy S, T, N. Ez a teremtő erő neve. Na, hangzósítsuk föl, lelkesítsük át. Isten. Hoppá, hoppá. Na most ez a nem mindegy, és mielőtt minősítene az ember, mélyedjen el a természettudományba, van a Doppler effektus. Arról nem tudom, ki mit tud. Annyi a lényege, hogyha valami közeledik hozzám, vagy én közeledek felé, akkor magasabbá válik a hangja, ha távolodok tőle, akkor mélyül. Ugye? Jön az autó, ez a Doppler effektus. Na most, akkor mit tudunk mondani erről az Isten-sátán párosról? Az, hogyha én közeledek a teremtés forrásához, azt úgy élem meg, hogy Isten. Egyre boldogabb vagyok, minden happy, piros lufik, stb. Ha távolodok tőle, akkor egy idő múlva elkezdek fázni. És elkezdem nagyon rosszul megélni, mert hideg lesz és sötét. Ez a sátán. Na most akkor ki minősíti a dolgokat? Én magam. Ugyanis ezt én döntöm el bármelyik pillanatomban, hogy melyik irányt választom. És miért kéne minősíteni? Hát ha én nem tapasztalom meg azt, ami sátáni, akkor hogyan váljak istenivé? Tehát itt megint a két végletről van szó, ami kinyílik és szétfeszíti a dolgokat. És ezt csak azért mondtam el, mert nagyon, tehát mindenfélét elolvasunk az égvilágon, minden ezotériát, minden valamit, aki két szót is pötyögött, és a saját nyelvünket nem használjuk. Pedig a teremtés nyelvén beszélünk. Itt megtalálni az ösvényt. Neked segített? Igen. Mit mondott neked? Hogy megtalálom, aki választottad.
Mondtam, én csak az ajtót mutatom meg. Neked kell belépni rajta. Szervusz, Neo. Pont időben. Érezd magad otthon, Morpheus? Neo, gyere velem. Ők itt a többi jelöltek. Itt várakozz. Na, itt kezdődnek a pofonok. Mi az, hogy többi jelöltek, ugye? Hát én vagyok a megváltó, vagy nem én vagyok a megváltó. Ugye? Tehát ezek is ilyen mind-mind ilyen finom kis próbatételek. De nézzük tovább. És a filmnek a legfontosabb jeleneteit látjuk. Ne próbáld elhajlítani! Mert az lehetetlen. Helyette inkább próbáld felismerni az igazságot. Melyiket? Hogy nincs kanál. Nincs kanál? Akkor majd látni fogod. Nem a kanál hajlik, hanem te magad. Ez olyan fontos, hogy ezt megismételjük, ha meg tudom állítani. Nincs kanál. Akkor majd látni fogod. Nem a kanál hajlik, hanem te magad. Hát, erről lehetne tartani egy kétnapos előadást, de ami a lényege, hogyha változtatni akarsz a világon, akkor te magad változ. Tehát ha azt akarja az ember, hogy a párja megváltozzon, vagy a családja, vagy a gyerekei, vagy a főnöke, akkor a viszonyának kell megváltoznia, ugyanis az a baj, hogy a főnökét is az ember saját maga vetíti ki. Tehát azért kulcs ez a jelenet, mert állandóan a kanalat akarjuk elgörbíteni. Tehát állandóan mondjuk jégcsákánnyal neki megyünk ennek a világnak, hogy a rohadt Gyurcsán és a piszkos kommunisták és a mit tudom én mi, a még piszkosabb fideszesek, ahelyett, és ugye állandóan valami ellen küzdünk. És a jégvilágot egyetlen egy módon lehet megszüntetni, hogy fel kell olvasztani a jeget. Ilyen egyszerű. Tehát, hogyha az ember változtatni akar a világon, akkor először össze kell hozzá gyűjteni a társakat, és utána meg kell változtatni. Méghozzá úgy, hogy magamat megváltoztatom. Nincs kanál, ugye? Nincs kanál, hanem próbáljak rájönni arra, hogy mi a lényege a dolognak. Az, hogy én irányítok mindent. Nem a kanál hajlik, hanem te magad. Bemehetsz az orákulumhoz. Tudom, te vagy Neo. Egy pillanat. Maga az orákulum? Bingo! Nem egészen erre számítottál. Ó, mindjárt kész. Remek illata van, igaz? Igen. Mondanám, hogy ülj le, de úgyis visszautasítanád. És a váza miatt ne fájjon a fejed. Milyen váza? Hát az. Bocsánat. Mondtam már, hogy ne fájjon miatta a fejed. Majd a gyerekeim összerakják. Honnan tudta? Ó, később majd azon fogod törni a kobakot, hogy akkor is eltörted volna, ha nem szólok. Jóképűbb vagy, mint hittem. Már értem, miért tetszel neki. Kinek? Bár nem vagy lángész. Tudod, miért hozott ide Morpheus? És?
Mit gondolsz? Szerinted te vagy az? Komolyan nem tudom. Az ott tudod, mit jelent? Latin. Ismerd meg önmagad. Elárul. Na, ez megint egy nagyon fontos valami. Tehát régen az ember tudta a határait. Azért, mert a teremtésbe élt. Tudta, hogy mennyit tud kapálni, mennyit tud lovagolni, mennyi hőmérsékletet bír ki, mik a fizikai határai, mik a lelki határai, mik a szellemi határai. Ma se ezeket nem tudjuk, se semmit. Nem ismerjük magunkat, mert soha nincs idő magunkra. Az ember elviszi ugye 50.000 kilométerenként olajcserére a kocsiját. Saját magában mikor cserél olajat? Fog neked egy titkot. Kiválasztottnak lenni olyan, mintha szerelmes lennél. Senki sem tudja megmondani róla, csak te tudod. Az egész lényed, tetőtől talpig. Nos, hadd nézzelek meg jobban. Nyisd ki a szád, mondd á. Na, ez a kabaré tipikus jelenete. Tehát ugye valahogy ki kell hozni a választ belőle, de majd figyeljük meg, hogy ki mondja ki a választ. Rendben van. Most azt kéne mondanom, ez nagyon érdekes, de azt mondanád... De mit? De már nagyon jól tudod, mit fogok mondani. Nem én vagyok az. Hoppá. Tehát megint az van ugye, hogy döntés elé kerül, és mindenki annyit ér, amennyire magát becsüli. Egyszer a Szászendre, tehát ő volt a rádióban, és mesélte, hogy Amerikában nem tudom már, palacsintát sütött, vagy hotdogot árult, vagy teljesen mindegy, az a lényeg, hogy valami abszolút nem grafikushoz illő dolgot csinált, és elhatározta, hogy ő akkor se fogja $100 olcsóban eladni egyetlen egy alkotását se, de lehet, hogy $1000 volt, nem emlékszem már az arányokra. Ami a lényeg, hogy évekig sütötte a palacsintát, vagy árulta a hotdogot, amíg végül megvették az elsőt annyiért. Tehát az ember ne adja magát olcsóban, mint amennyit a saját értékítélete szerint ér. És ez is egy nagyon fontos a mai világban. Ez a sok szerencsétlen ember az amiatt van, mert olcsóban adták magukat, mint amennyit érnek. Eladják a teremtő képességeiket. Sajnálom, fiam. Megvan a képességed, de mintha még várnál valamire. Mire? A következő életedre. Ki tudja? Így mennek ezek a dolgok. Mit nevetsz? Morpheus. Ő majdnem meggyőzött róla. Tudom. Szegény Morpheus. Nélküle mi elveszünk. Hogy érti, hogy nélküle? Biztos, hogy akarod hallani. Morpheus hiszi, hogy te vagy a kiválasztott. És senki, se te, sem én nem tudjuk meggyőzni. Annyira vakon hisz benne, hogy akár az életét is feláldozná, csak hogy te élj. Mi? Neked kell majd végül döntened. Egyik oldalon ott lesz Morpheus élete, a másikon pedig a sajátod. Egyikőtök meg fog halni. Hogy melyikőtök? Az rajtad múlik. Sajnálom, fiam, nagyon sajnálom. Igazán jó lelkű vagy. Utálok jó emberekkel rossz hírt közölni. Ó, ne aggódj emiatt. Mihelyt kilépsz azon az ajtón, mindjárt jobb kedved lesz. Eszedbe jut, hogy te nem hiszel az ilyen sorsrizsákban. Te magad irányítod az életedet. Emlékszel? Tessék, vegyél sütit. Ígérem neked, hogy mire ezt megeszed,
Már kutya bajod sem lesz. Amit hallottál, rád tartozik, és senki másra. Na hát ez szólt arról az időszakról, ez a ki vagyok. Ez a ki vagyok, ami mindenkinek az életébe felmerül, és tulajdonképpen egy tud nagyon sokat segíteni benne, a többi ember által tartott tükör. Tehát vegyük észre, egyszerűen nem volt, még mindig nem vállalta el. Tehát ugye már mindenki azt mondja, hogy ő a megváltó, mindenki így tudja, és ő meg egyszerűen képtelen elfogadni, berzenkedik a feladata iránt. Ugye itt árulják el Morpheust, elfogják őt. Ezek az ügynökök is érdekes figurák, mert ugye erről az utolsó részben derül ki, hogy tulajdonképpen ki ez az ügynök. Önmaga a negatív oldala. Ugye, mint a Darth Vader. A Luke Skywalkernek. Ugyanaz a szituáció. Ugye Morpheus feláldozza magát, hogy Neo ki tudjon szabadulni. Ennek az a következő, hogy össze-vissza ütik, verik, elkezdik kínozni, és mindjárt látni fogjuk a pálfordulásnak a jelenetét. Amikor Neo megfordul, amikor elér a disznók vájújához, ugye ahhoz, hogy kihozzák Neót, nagyon sok embernek meg kell halnia. A záruló. Elkéstél. Rohadj meg, Cypher! Ne gyűlölj, Trinity. Csak a dolgomat végzem. És ezt most be is bizonyítom. Ha Morpheusnak igaza volt, ezt nem fogom tudni kihúzni. Vagyis ha tényleg Neo az, történnie kell valamiféle... csodának, ami meggátol. Igaz? Ha ő a kiválasztott, nem halhat meg. Nem válaszoltál még a kérdésemre, hogy bevetted-e Morpheus dumáját. Rajta. Csak egy kis igent vagy nemet kérek. Nézz Neo szemébe. Abba a szép, nagy szemébe. És felelj. Igen? Vagy nem? Igen. Nem! Ez hihetetlen. Elviszed vagy sem, most szénné fogsz égni, te macsadék! Na és ugye, megúszta a Neo. Újabb jel, újabb megerősítés annak, hogy ő a kiválasztott, de még mindig nem vállalja. Még mindig a kicsi vagyok szerepet játsza, és mindjárt látni fogjuk. Ugye itt mondja el a ügynök, hogy tulajdonképpen egy vírus az ember, de van némi igazsága, csak nem az emberről, hanem a fogyasztóról beszélünk. Kínozzák, ütik, verik. Lelkileg is kínozzák természetesen. Mint egy programfeltörés, csak időkérdése. Mennyi ideje van? A tudatán múlik, de végül feltörik. Az alfa hullám átalakul. Ilyenről, ilyenre. És akkor el fog mondani nekik mindent. Mit akarnak? Minden hajó vezetője megkapja az ioni központi terminál kódját. Ha egy ügynök megszerzi és bejut az ioni terminálba, elpusztítanak. Ezt nem hagyhatjuk. Trinity, Zion sokkal fontosabb nálam, nálad. Morpheusnál is. De hát csak tehetünk valamit. Igen. Kihúzzuk a dugót. Azzal megölöd. Megölöd Morpheust. Nincs más választásunk. Sose bízd emberre egy komputer munkáját. Ha leleplezték az emberünket, amint lehet, megszakítják a kapcsolatot. Kivéve... ha meghaltak, akárhogy is... a terv szerint kell eljárni. Küld ki az őrszemeket. Azonnal. Morpheus, több voltál nekünk, mint vezetőnk. Te voltál az apánk.
hiányozni fogsz. Állj! Ez egy kulcs, az állj. Tehát az ember életében is ugye ezek a stációk vannak, tehát ez az, amikor eljut a disznók vájújáig. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy állj, tovább nem vagyok hajlandó süllyedni. A mosrékból ennék, de még onnan is elzavarnak engem, ugye? És akkor kezdi majd keresni az atyai házát. És mindenkinek az egész életünk erről szól. Tehát kicsiben mindenki végigjátsza ugye ezt a játékot, hogy elindul az atyai háztól, mindenit eltékozolja. Minden gyerekkel újra születik a világ. Teljes tudásanyaga van a világról, és teljes hite van a világról. Ugye? És akkor elkapja az emberi társadalom, tele ezekkel a tévhitekkel, amiben élünk, és egyszerűen tönkre tesszük őket. Mint ahogy minket is tönkre tettek. És akkor elér az ember egy... És ezért fontos a sátán szerepe. Tehát a tűz körül ücsörögni az nem egy nagy durranás. Ahhoz el kell menni a tűztől, hogy az ember fázzon. És az ember életébe eljön az a pillanat, amikor azt mondja, hogy elég volt, fázok, és elindul. És tulajdonképpen ez az állj. Ez azt is jelenti, hogy nem süllyedek tovább, innen már emelkedek, és ebbe a filmbe is. Itt fogja elvállalni végül is a küldetését, kissé nehezen. Ezt nem tudom elhinni. Neo, meg kell tennünk. Igen? Én nem tudom. Nem lehet véletlen, ez nem lehet. Miről beszélsz? Az orákulum megjövendölte nekem. Azt mondta, nekem kell választanom. Mi közül? Most mit csinálsz? Bemenjek. Nem mehetsz. De muszáj. Morpheus azért áldozta föl magát, hogy te megmenekülj, Neo. Semmiképp sem mehetsz vissza. Azért tette, mert másnak hitt engem, mint aki vagyok. Mi? Nem én vagyok a kiválasztott. Az orákulum ezt is megmondta. Te kell, hogy legyél. Sajnálom, de nem. Morpheus tévedett. Nem, Neo, ez nem igaz. Nem lehet igaz. Miért? Neo, ez őrültség. Katonákkal őrzött épületben tartják fogva Morpheust, és ha be is jutsz valahogy, ott vannak az ügynökök. Hárman. Én is visszahoznám, de amit mondasz, kész öngyilkosság. Tudom, hogy annak tűnik, de nem az. Nem tudom elmagyarázni, miért. Morpheus hit valamiben, és kész volt feláldozni az életét a hitéért. Végre megértettem. Ezért kell visszamennem. Miért? Mert hiszek valamiben. Miben? Abban, hogy vissza tudom hozni. Tehát megjelenik a hit az életében, és az az érdekes, egy kicsit a mai világban túlbecsüljük a hitet, mert a hit az egy tudáspótlék, tudáspótló. Tehát amíg az embernek nincs meg a tudása a világhoz, addig nagyon fontos a hit és a hitnek a szerepe. És nézzük meg, Morpheus, vagy ez a Neo se abba kezd el hinni, hogy ő a kiválasztott, vagy a mit tudom én micsoda, hanem egyenlőre csak abba hisz, hogy ő ki tudja hozni abból a helyzetből Morpheus. Tehát ilyen szépen lépcsőnként mindig egyet vegyünk észre. Ez egy égigérő ilyen lépcső. És minden egyes fokára azért tudunk fölmenni, mert hiszünk benne, hogy fel tudunk menni. De onnantól kezdve, hogy fölmentünk arra a lépcsőfokra, az már tudássá válik. És ez egy nagyon fontos dolog. Akkor most ugrunk egy nagyot. Még egyet. Igen, itt szétlövik a félvilágot, tehát megkímélem a társaságot. Ugye, és ezt hogy csinálta? Mit? Elvállalni úgy mozogsz, mint ők. Az életét. Ilyen gyorsaságot még nem láttam. Nem volt elég gyors. Tudod vezetni? Még nem. Na, ez egy jó válasz lenne ugye az életünkben, hogyha használnánk, hogy tudsz repülni? Még nem. Vagy még nem próbáltam. Szóval körülbelül így működnek egyébként a dolgok. És most az a jelenet sor jön, amikor a próbára sor kerül. Tehát most már elvállalta a feladatát, elindult, most jön a próba. Innentől kezdve kezdődnek a próbák. Népmesékben is így van egyébként. Operátor. Tank, egy B-212-es helikopter pilóta programja kéne.
Siess! Ugye, könnyen, gyorsan angolul. Menjünk! Itt jön az első és a legfontosabb próba, és ennek során nyeri meg ez a jó ember a háttársát. Most ez nagyon fontos az ember életében, hogy legyen egy olyan másik ember, akinek a hátát tudja vetni. Tehát nem tudom, láttuk-e ilyen szkíta ábrázolásokat, hogy két harcos egymásnak háttal áll, és egymás hátát védik, igaz? És nyilaznak. Egyik ebbe az irányba, a másik abba az irányba. És tudja, hogy amíg te élsz, és ott vagy mögöttem, én csináltam a dolgomat. És amíg én élek, biztos lehetsz, hogy a dolgodat csináltad, mert megvédelek. Ezt hívja úgy a magyar hagyomány, hogy háttárs, amilyen hunor és magyar is volt. Na most, amíg ez a világban nem jön vissza, ez a fajta viselkedésmód, addig itt nem sok mindent tudunk csinálni. És most gondoljuk el, hogyha ennek a népnek ez a szellemi mintája, ez a hunor magyar, a háttársak, és ez a nép így viselkedik, ahogy ma viselkedünk egymással, túl sokat ne várjunk a Teremtőtől.
igaz. Most már elhiszed, Trinity. Morpheus. Az orákulum. Azt mondta, hogy... Azt mondta, amit akkor hallanod kellett. Ennyi. Neo, előbb-utóbb rájössz te is, amire én. Más dolog ismerni az utat, és járni rajta. Operátor. Tank. De jó újra hallani a hangodat. Kijárat kéne. Van egy ki... Na, egy kicsit meggyorsítjuk, mert el vagyunk csúszva. Az utolsó jelenet, tehát ugye elvállalta a küldetését, végre rájött, hogy mik a képességei, mire képes, mire teremtődött. És az utolsó jelenet, ez a népmesékben is így van, hogy el kell pusztulnia, ugye feldarabolják, és utána feltámad hétszer fényesebben, stb. Stb. Tehát ezt az egy jelenetet még nézzük meg, és nem kínzom tovább az úri közönséget. Mi történt? Nem tudom, eltűnt. Tehát ugye meghal. Nézzük meg, hogy mi az az erő, ami egyedül képes visszahozni valakit a halálból. Meghalt? Igen. Minden jót, Mr. Anderson. Megőzve! Fönn a kerekben. Neo, már nem félek többé. Az orákulum elmondta, hogy szerelmes leszek valakiben. És ő lesz a kiválasztott. Érted már? Te nem halsz meg. Na most ez megint egy döbbeltes dolog. Tehát itt van ez az ötödik elem, a szerelem, amit ma nem becsülünk eléggé. Pedig hihetetlen, tényleg hegyeket képes mozgatni, és a filmben is pontosan ez az erő, ami életet tud adni, és vissza tudja hozni a halálból. És nézzük meg a nő szerepét. Szóval tulajdonképpen minden férfi mellett egy ilyen nőnek kéne lenni ahhoz, hogy minden férfibe az a megváltó minőség működhessen, amit annak idején eltervezett. Az lehetetlen, mert téged szeretlek. Hallasz engem? Szeretlek. Klasszikus mondat. Nem. És ez az igazi feltámadás, a nem. Tehát nemet mondani arra, ami eddig hibás volt, ami nem működött, aminek véget kell vetni. A nemesedés.
csinálta? Mégis ő az. Csak belülről küzdhetem, de kezdik kell beleugrani a forkába. Tudom, hogy ott vagytok. Most már érzem. Tudom, hogy féltek. Féltek tőlünk. Féltek a változástól. Nem ismerem a jövőt. Nem azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan fog végződni a háború. Azért jöttem, hogy elmondjam, hogyan kezdődik. Ennyit röviden a filmről, és azt kívánom mindenkinek, hogy találja meg a feladatát, találja meg a hozzávaló társakat, a hozzávaló háttársat, és aki még nem tudja, mi a feladat, annak hadd mondjak el egy népmese részletet búcsúzóul. Elindul a három királyfi az atyától, az atyai háztól, az atyaistentől. És a legnagyobb kap mindent, űrsiklókat, gyarmatokat, mindent, ami belefér. A középsőnek hát még valami azért jutogat egy-két nemzeti multi, a legkisebbnek meg 93.000 négyzetkilométer jut, de azt is sajnálják tőle. És eljön a feladat, és a feladat az nem fizikai, hanem lelki. Meg kell letetni az egeret. És a két idősebb testvér hiába van meg minden, elbukik. És a legkisebb az fogja majd teljesíteni a feladatot, és ugye megkapná a méltó jutalmat, a királylány kezét, meg a fele királyságot, és mit mond? Hogy nem mehetek haza, amíg a kővé vált testvéreimet ki nem szabadítom és haza nem viszem. Tehát akinek nem jutott feladat, az tekintse ezt életfeladatának, mert ezt hívjuk, hogy magyar. Köszönöm a türelmüket.